Hódegyháza helyi közössége a temető ravatalozójánál harangszentelési ünnepséget tartott. A szertartás, az üdvözlőbeszédek és a diákok által összeállított művelődési műsor alkották az esemény gerincét. Nálunk is ez megtörtént. A jó szándékú embereknek jó voltából, a csókaközség meg a nemzeti tanács jó voltából, hogy ez megszületett itt nálunk. Itt nagyon örülünk neki, a falu népe is. A magyarországi Szarvas városától kapott ajándék méltó helyre került a hódegyházi temetőben. Én nagy szeretettel és örömmel adományoztam Hódegyházának, független attól, hogy életemben nem voltam ezen a területen, de mint magyar ember azt gondolom, hogy ha van rá lehetőség, és az ember tehet valamit a szűkebb és tágabb környezetébe, akkor azt meg kell tenni. Csóka polgármestere szerint a harang a jövőben fontos szerepet tölthet be a hódegyházi közösség életében. Egy széleskörű összefogásnak az eredményeképpen jóindulatú magyarok, magyar emberek ajándékaként, illetve a Magyar Nemzeti Tanács, az önkormányzat és a helyiek kétkező munkájának az eredménye hozta ezt, hogy most már a hódegyházi temetőben is van lélekharang. Az Északbánáti Hódegyházán a 2011-es népszámlálás adatai szerint 742-en élnek. A lakosság döntő többsége magyar.